Fogvatartott társunkon egy beszélő alkalmán vettük észre, hogy megpróbált kiadni májkrémeket. Egy konzervet próbált a börtönből kijuttatni az egyik hozzátartozójának egy rab. Ez tilos, és a falak közötti életben büntetés jár érte. A társai viszont megsajnálták a nehéz anyagi körülmények között élő rab családját. Gyűjteni kezdtek neki, így indult hónapokkal ezelőtt a jótékonysági akció. Beleképzeltük magunkat a helyzetével, hát ugye mi is átéltük ezt, és szinte minden elfogy. Az előzetes letartóztatás során nincs olyan élelmiszer, amire ne lenne szüksége egy fogvatartottnak, és ő mégis megpróbált még ebből is kiadni. A programban olyan rabok vehetnek részt, akik dolgoznak a börtönben, a bérük egy részét pedig eljótékonykodhatják. Ebben a börtön lelkész segít nekik. Én azt érzem, hogy akkor van értelme ennek a tanúságnak ittben, mert én is tanulja lehetek az Isten csodájának, ami egészen pici alsó szintről kezdve épülő folyamatban mutatkozik meg. Mi már régóta bent vagyunk dolgozó fogvatartottként, vásárolunk magunknak élelmiszert. Így vannak felesleges élelmiszerek nálunk, amiket összegyűjtve valamilyen formában oda lehetne nekik vagy neki adni, de ez ugye nem lehetséges, illetve nem volt rá jogi út. Így jött a lelkész úr felé az a kérés tőlünk, hogy próbáljon meg erre valamilyen utat kitaposni, ami sikerült is, ugyan nem a fogvatartottnak közvetlenül, hanem különböző szervezeteknek. Lehet egy ilyen felajánlás, a felgyűlt plusz élelmiszereinkből adhatunk. És így, aki rászorul, az meg tudja keresni ezeket az intézményeket, vagy illetve ezeket a szervezeteket. És nagyjából azóta ez így ki is nőtte magát. Szinte minden dolgozó fogvatartott részt vesz benne, és nagyon sok élelmiszer összejön. Most 60 kg tartós élelmiszer gyűjtöttek össze a rabok, mézet, lekvárt és konzerveket, ezeket pedig a szekszárdi családsegítő és gyermekjóléti központ ügyfeleinek ajánlották fel. Azon családok számára fogjuk elraktározni, akik valamilyen okból krízis helyzetbe kerülnek. Tehát nem egy folyamatos segély lesz, nem élelmiszert fogunk osztani, hanem ha valamelyik család, szekszárdi család olyan helyzetbe kerül, mondjuk leég a háza, vagy bármilyen rendkívüli esemény történik, akkor számukra gyorsan szükség van arra, hogy például élelmiszert tudjunk biztosítani. A szekszárdi önkormányzat és a városban helyet kapó börtön a jövőben is tervez közös akciókat. A fogvatartottak visszaéleszkedését szeretnénk segíteni ezzel az akcióval is. A jóvátétel egy olyan lépés a sikeres reintegráció felé, amikor a fogvatartott tud adni valamit vissza a társadalomnak, hisz annak oka van, hogy ő ide a börtön falai közé került. Emellett, ahogy el is hangzott, távolati terveink is vannak az önkormányzattal, az intézetben szakmaképzések folynak, amikor olyan szakmát fogunk adni a kezükbe, amellyel majd sikeresen fognak tudni visszailleszkedni, illetve elhelyezkedni a munkavilágában. Ezért ezeket a lehetőségeket megragadjuk arra, hogy a reintegrációt segítsük. Nyári időszakban. Most fejeződik be lassan egy tanfolyam, ahol festőket fognak képezni. Nagyjából egy 20 fős festőbrigád fog rendelkezésre állni, és a városban dolgozó, a városházán dolgozó festőbrigáddal összehangolva ezt a kapacitást az iskolák, óvodáknak a felújításában fognak majd tudni részt venni, és az azt jelenti, hogy az eddigi rendelkezésre álló 5-6 fős kapacitásunkat meg tudjuk többszörözni és sokszorozni, és sokkal több intézményt tudunk a nyáron felújítani, mint a szeretetileg terveztük volna, és bízom benne, hogy ez az első lépés lesz egy együttműködési úton, és több olyan szakmát is fogunk majd találni, amikor a város számára is hasznos tevékenységet fognak tudni folytatni az itt lakók és a bent lakók, és azt gondolom, hogy ezt kihasználva számukra is segítséget tudunk nyújtani, hiszen ha kint dolgoztak, akkor sokkal könnyebb számukra majd a visszailleszkedés, amikor kiszabadulnak innen a börtönből.